Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, jöjjön, hogy a Russian Code 4-ben District nevű pályája, akik most állnak rá erre a videóra, csak szólok, hogy a D betűnél járunk, igen, végigmegyünk az összes pályán, ami jelenleg kint van Code 4-ben, amiben egy meglátást és egy módszert mutatok be egy teljesen rás fajta játék stílusra, valami ilyesmire, amit én a sok-sok óra alatt, amit Code 4-ben eltöltöttem, és kitapasztaltam, és kidolgoztam saját magam számára, úgyhogy ez egy elég személyes, személyre szabott módszer, viszont elég hatékonynak bizonyult az évek alatt. Ugye ebben sorozatban beszélünk spawn rendszerről, ki, hova, mikor, merre, hogyan spawnolnak az ellenfelek, ez mindegyik pályára, amit eddig megcsináltam, meg van csinálva, hol érdemes mire figyelni, kire figyelni, és miket csinálni fegyverrel, tanácsok, tippek is lesznek, hogy ki mit válaszunk, úgyhogy kezdjük először is ugye a spawn rendszerekkel. Hova spawnolunk District nevű pályánál? Legtöbbször ide be ebbe a házba, erre a környékre, oda ki a szélére, van, hogy oda be, abba a házba, van, hogy ide fel szoktunk spónolni, néha oda szoktunk spónolni, és néha napján beszokott ugye rakni ide is a játék, hogyha arról van szó. A túlsó oldalon hova szoktak spónolni az enemy? Oda szoktak spónolni erre az udvarra, be abba a házba szoktak spónolni, ide is szoktak spónolni, erre a környékre szoktak még spónolni, ide szoktak még spónolni, erre a környékre, oda be szoktak még spónolni, szóval azért districten elég sok helyre tudnak spónolni az enemik, hogyha arról van szó. Most, hogy már itt vagyunk, jöjjön. Milyen fegyvereket ajánlok erre a pályára? Kétfajta játékstílus van, mivel hogy itt is ilyen kerítések vannak, mint ez itt, és ott csak ugye csak a fej látszik ki, ezért érdemes megfogadni egy pontos fegyvert, hogyha szeretnél, de hogyha például jó vagy egy AK-val, akkor mindenképp javaslom az AK-t. Azért, mert az AK közelharcokra is, mint például az ilyen jelenetek, amikor itt befordulsz és lőni kell, az AK megteszi, mert egy erős fegyver, és nagyon jól lehet vele lőni távolra is, ha tudsz vele célozni, ha nem, akkor egy redocentos M4, M16, G36C teljes mértékben megteszik a szerepüket, és nagyon jók erre a célra. Van a másik véglet, aki nagyon-nagyon szeret rásolni, egy mini AK, egy MP5, B90, nyugodtan hozzá lehet nyúlni, és lehet zúzni. Na, hogyan szoktam én rásolni ezen a pályán, mire szoktam figyelni? Ugye kezdésnél ki merre indul el, hogyha magabiztosabb vagy magadban, akkor nyugodtan eljöhetsz erre, vagy hogyha van egy olyanféle precíz módszered, akkor nyugodtan eljöhetsz erre, és ezt a részt kikempelheted, de vigyáznod kell, mert ott, annál a pontnál, gyakorlatilag szoktak jön lenni csipások, és arra várnak, hogy te itt kidugd a fejedet. Ugye azért mondta, hogy csak magabiztosaknak, hogy tudod, hogy már vagy megcélzod azt a sarkot, ahol van egy csipás, főleg ha látod is. Tehát, hogyha kevés FPS-ed van, le kell vedd a grafikát, nem fogod látni ott azt a csipást, és tudod ezt a sarkot is itt nézni, akkor itt szoktak feljönni. De ugye, hogyha kevesebb FPS-ed van, nem látsz annyira jól távolra, anyámkény, akkor fogni kell ezt a második útvonalat, és elindulni erre. Kezdésnél természetesen érdemes gyorsan megcsinálni, hogy körbeérj az ellenfélnek, de itt, ide mindig figyelünk, tehát hogyha rásolunk erről az oldalról, azon felül, hogy itt jövünk, és én itt már leszoktam egy kicsit googolni, mert tudom, hogy fel fogok idejönni, és nem szeretném, hogy onnan megkapjam a fejesemet. Szóval itt googolok, és ezt az utat nézem, és erre az útra figyelek a szemem sarkából, és hogyha nincs senki, vagy van valaki, lelövöm, hogyha kell, és egyenesen elindulok erre. És itt igyekszem googolni, tehát van ez a pillanat, hogy itt kifutok, ritkán találnak, itt legoogolok, és azt, aki itt van, kiszedem, és erre eljövök. Na most néha szokott, ugye, mivel ez itt egy clusterfuck érje, van, hogy itt szoktak lenni megbújva emberek, ezt a radar dönti el, hogy erre megyek, vagy erre jövök, kinek mi, de hogyha úgy van, hogy a radaron nincs ott senki, akkor erre szoktam jönni, és itt helyből így kinézek, megfigyelem azt a sarkot, hogyha meg lehet figyelni. A radar dönti el, hogy arra megyek, vagy nem arra megyek, attól függ, hogy mennyire vagyok magabiztosan. Annyit tudjatok, hogyha erre jöttök, akkor nem vagytok túlságosan nagy előnyben. Mert az, aki már ott vár,
és ott vár a kocsik miatt, és amiatt, hogy itt fedezék van, sokkal nagyobb előnybe lesz, mint amikor te itt kifordulsz. Mikor te itt kifordulsz, hogy a tested felső teljes része tök szabadon van, szóval az, aki itt van, tök előnyben van hozzád képest. Viszont, hogyha erre indulsz el, az távolabbi cél a többieknek is, és ki tudsz te is nézni a fedezék mögül, így a kis, ezeken a kis réseken, hogy kempele ott valaki vagy nem, és hogy le tudod-e lőni, avagy sem. Lelövöd, nem lövöd, ez majd eldönti a sors. Olyankor szoktam, ugye én tovább jövök, és ezeken az ablakokon, főleg ezen, kinézem azt a részt, még itt is ki szoktam nézni, tehát teljesen, és akkor szoktam eljönni erre. Radar dönti el, hogy arra megyek, avagy arra megyek. Tulajdonképpen, hogyha érzékelem, hogy fordult a spawn, vagy itt van a közelben egy enemy, akkor erre szoktam jönni, és akkor itt föl kilövöm, akit ki kell, és kilövöm, akit ki kell. De hogyha nem nagyon van senki, akkor szoktam erre is jönni, hogy esetleg az itt a rejtőzködő embereket a házban, vagy itt a szélén kiszedjem. Na most itt ugye ez megint egy veszélyes terület azoknak a bizonyos csipásoknak, kinézel, és megnézed, hogy van ott valaki. Ezzel innen, ha gépfegyverrel vagy, nem érdemes harcolni, mert majdnem biztos, hogy ki fogsz kapni, de azt a tagot, aki ott jön, le fogod tudni szedni. Szóval érdemes erre figyelni. De ezért is itt nem harcolok azzal, aki itt van, fogom is inkább átfutok ide, és fedezve vagyok, ezért tudom fedezni azt a sarkot, amíg jövök, ugyebár, tudom fedezni azt a sarkot. Nos, van, hogy ugye átfutok ide, radar dönti el, hogy erre indulok el, mert általában akkor onnan jönnek az emberek, avagy innen fognak jönni az emberek. Úgyhogy ezt radar dönti el igazából, hogy merre indulok el, és én azért viszonylag egy ilyen letámadósabb fajta játékos vagyok, de tegyük fel, most erre indulunk el, mint mondtam, azért radar eldönti, az ott lesznek addigra már az ellenfelek, és megnézem azt, hogy innen kit tudok kiszedni, mindig kidugják a fejüket, legugolok, lefutok, befutok, és már megyek is arra felé, közben figyelem azt ott, tehát azért, ahogy itt futok, elérek erre a pontra, oda nézek, jön-e valaki, oda nézek, nem, föl a lépcsőn, legugolok, és itt megállok, csak a fejem látszik is azt a kempet, azt a csávot, ott ki tudom szedni, és nem rohanok rá ezekre, hanem megvárom őket szépen itt. Na most, van, aki itt megbújik, nem tudom, hogy miért teszi. Igaz, hogy könnyű azokat ott kiszedni, de azok az arcok, akik abból a sarokból jönnek, nagyon macera lesz kiszedni, és letámadhatnak, és továbbá azok, akik itt jönnek, tehát ha itt megbújsz, nem látod azokat, akik erre eljönnek a hátad mögé, úgyhogy én nem nagyon szoktam ott megbújni, csak ha újra kell töltsek, a radart kell behívjak a nyámkinja, tehát amiután én itt jövök, akkor fogom, és nem bújok, tehát eleve erre jövök, hogy lássam, hogy nem akarjon már senki se hátba támadni, úgyhogy egy mód van rá, megpróbálom őket is kiszedni, és hogyha úgy van, akkor már jövök is be a házba, rá a spawnra, hogyha van szükség, azt ott mindig gyakcsekkolom, tehát ha ezen a folyosón jársz, itt ez a része, vagy a játék már hajlamos megfordítani a spawnt, de nem mindig teszi meg, sőt gyakrabban nem teszi meg, hanem az utolsó pillanatra még oda behelyez egy-két embert. Mert mindig vannak lemaradók, és hogyha vannak lemaradók egy csapatban, a játék még hajlamos a közelükbe spawnoltatni őket. Nos, ez lenne az egyik módszer, tegyük fel, hogyha a másik oldalról indulok, Az egy kicsit trükkösebb című történet. Tehát ugye bespawnolsz valahogy, hogyha csipával vagy, akkor hát ugye hajlamosak az emberek eljönni ide, hogyha csipával vannak. Csipával oké, itt meg lehet oldani a helyzeted, de ha egy gépfegyverre jössz, ha erre az oldalra spawnolsz, akkor én nem jönnék ki erre kezdésnél, mert a csipák és mindenki más, aki az az oldalon vagy nagyobb előnyben van a túloldalon, mint itt te. Ezért én el szoktam indulni többnyire a másik oldalra, és többnyire egyedül marad. Ha ezt a döntés választ, többnyire egyedül is maradsz vele. Egy-kettő ritkán szokott elindulni játékos erre az oldalra. Ugye elindulsz erre az oldalra,
óvatosan, itt egy kicsit azért levághatod, hogy gyorsabb légy az úttal, és már is nézheted azt, de mivel a többsége, csak talán egy vagy két játékosba futsz bele ezen az úton, a többsége elmegy abba a felébe a pályának, hogy majd ott ők ott kempelnek, akkor érdemes eljönni erre gyorsba, és ha esetleg maradt még itt ember, ha nem kempelték ki egymást, akkor kérlek szépen ki tudod őket szedni, és meg is tudod már fordítani így a spont, ugyebár kinézni, kiszedni esetleg azt, aki szembe, vagy éppen háttal lesz neked, mert attól függ, és akkor szépen én már ide szoktam befutni, lefutni, esetleg természetesen azért óvatosan körülnézünk, nem az van, hogy ú, mint az őrült, befutunk, csak megszokásból tudom, hogy amikor már erről az útról jövök, tehát itt kiszedtem azokat, akik háttal vannak, vagy esetleg a játék már spónoltatja őket le oda, és meg akarom előzni azt a tagot, aki erre fog jönni. Meg akarom előzni ezt a tagot, szóval gyorsan ide lefutok. Persze, hogy megnézem, hogy esetleg ott lesz-e valaki, de viszonylag kevés rá az esély, és megelőzöm ezt a tagot, aki itt van. Ide jövök kb. Így, ilyen szinten, kiszedem, akit ki kell, vigyázni kell, flashbangre, gránátra, anyám kinyer, amit itt szoktak dobálni. Kiszedem, aki itt jön, de radar eldönti, hogy fel akarok-e oda menni, vagy sem. Őszintén nem nagyon szeretem ezt a helyet, de hogyha mondjuk ilyen csábító három játékos van ott, akkor följövök ide, és megpróbálom őket hátba lőni. Hogyha nem, hogyha mondjuk csak egy van, vagy valami, és a radaron többségében arra mennek, akkor nem szoktam itt fölmenni, hogy megkerüljem őket hátba, vagy esetleg már addig megfordulhat megint a spawn, és dupla kört csináltam. Visszafutok, följövök ezen a lépcsőn, és megvárom őket itt. Vagy ugye addigra már ők is elvonulnak, és akkor megint a hátukba kerülhetsz ezen a ponton. És így tovább, körbe-körbe. Nos, srácok, ez lett volna Districtnek a nyitja, számomra legalábbis, én ezt a módszert szoktam alkalmazni, nagyjából azok a fegyverek, amit a videó elején így javasoltam. És, ja, hát nagyjából, amire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell vigyázni, azok ezek a hordók, van belőlük egy pár a pályán, és érdemes, hogy a kezdésnél netán a középső útvonalat választod, érdemes oda beküldeni egy gránátot arra a hordóra, valaki bele szokta futni, még mindig. Srácok, ennyi lett volna a Dixrik, köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!